A város vezetése jövő évre olyan közmunkaprogramokra pályázik, amelyel nagyban segítenének a munkanélküliek helyzetén. Ha a képviselőtestület elfogadja az előterjesztést és a pályázatokat sikerül elnyerni, sok munkanélkülit 8 órában legalább egy évig tudnak majd foglalkoztatni. A 6 terület közül kiemelném, hogy indítanánk mezőgazdasági közmunkát, ami a konyhakerti növények termelését, krumplit, zöldségeket, karalábét, karfiolt és más olyan növények termesztését irányozza elő, amelyel a saját konyháink működéséhez, ellátásához hozzá tudunk járulni, illetve a többlet esetén akár az önkormányzat tulajdonában lévő büfék, étterem működéséhez is hozzá tudunk járulni. De nem csak zöldségtermesztésre gondoltak az ötletgazdák, hanem állattenyésztésre is. A sípályákat hasznosítanák például legeltetésre juhok tartásával, amellyel a kaszálás gondját is megoldanák, és a sertés vagy bárányhúsát az étkezésben tudnák hasznosítani. Ez egy teljesen újszerű kezdeményezés új hely szempontjából, mert ilyen kapacitással és lehetőséggel nem indultunk, de van földünk, van területünk, ahol ezzel el tudnánk indulni, sőt, arra is gondoltunk, hogy a virágoknak egy részét, amelyet a városban kiültetünk a közterületeken, egy részét saját magunk állíthatnánk elő, szintén közmunkások bevonásával. Szintén kiemelném az utak kisebb léptékű felújítását, ez magát kátyúzást jelent, bizonyos eszközök beszerzését is, és ehhez is létszám kell, a mezőgazdasági utak felújítását, javítását. Anyagunk van hozzá, amivel a földutakat, a makadámutakat fel tudjuk javítani, és lesz hozzá létszámunk is. Még nincs kész a teljes program a foglalkoztatásra, de nem tartják kizártnak a közel 100 fő foglalkoztatását. Ehhez természetesen még el kell nyerni a közfoglalkoztatásra kiírt pályázatot, amely elnyerésért több önkormányzat is indulni fog.